Az Egánede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány szeptember 23-án délután 5 óráig fogadja a pályázatokat azoktól a gazdáktól, akik szeretnék hivatalossá tenni a földtulajdonjogi iratait és megszerezni a kadaszterizációs számot a földterületeikre. Az érdeklődők az alapítvány bármelyik irodáját felkereshetik. Sok magyar településen a KMKSZ helyi képviselője, Nagydobronyban pedig a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány munkatársai is átveszik a pályázathoz szükséges dokumentumokat. Az Egánede Alapítvány ez év augusztus 23-án egy új pályázatot írt ki, amely kapcsán az emberek földprivatizációs dokumentumait készítik el. Miért van rá szükség? Egyrészt ugye ezeknek az embereknek a tulajdonjogát nem vitatja senki, csak az ukrán földtörvény, a legújabb kiadás ukrán földtörvény szerint földkataszteri számmal kell az adott területnek rendelkezni, és aki ezzel a kataszteri számmal és területre megállapított GPS koordinátákkal nem rendelkezik, annak a földje nem forgalomképes. Tehát hivatalosan nem bérbeadható, nem eladható, amennyiben a moratóriumot felszámolják, és számos sok hátrány szenved a személy, aki ezzel a dokumentációval nem rendelkezik. Na most ennek a dokumentációnak az elkészítése folyik most. Én vagyok Nagydobronda az a megbízott, aki ezeket a pályázatokat begyűjti és a alapítvány felé továbbítja. Milyen jellegű földterületekről van szó? Hát egyrészt a háztájhoz kimért úgynevezett szotek, szép magyar szóval kiegészítés. Ugye valamikor a háztájhoz, hogy kimértek 50 árnyi nagyságú területig az úgynevezett kiegészítés, valahol a mezőn adták ki. Egyrészt ezekről a területekről szó, másrészt pedig a kolosszból megkapott földvagyon részekről. Januárban kísérleti jelleggel a Kárpátalja fejlesztésért felelős kormánybiztosság 10 olyan pedagógus támogatására ír majd ki pályázatot, akik vállalják, hogy a Felső-Tisza vidéki iskoláiban tanítanak majd. Egyfelől azért fontos, mert ijesztő a kárpátaljai szorványban az asszimiláció és a nyelvesztés, ugyanakkor Kárpátalján egyre többen iratkoznak be magyar iskolákba és magyar osztályokba. Sokan egyszerűen csak nyelvtanulásnak tekintik a többségi nemzet tagjai közül, vagy a vegyes házasságokban születettek ezt a lehetőséget. Mi azonban látjuk, hogy ezzel növekszik a mi felelősségünk. Oktatni, nevelni szeretnénk a magyar iskolákba tanulókat, nem csak nyelvre, hanem mindenre, ami egy színvonalas oktatásban nélkülözhetetlen. Így köszönték meg a Szolyvai Magyar Iskola kisdiákjai az MTV a rádiós hírszerkesztőségének adományát. A Szolyvai Magyar Iskolában jelenleg 54 diák tanul. Szinte valamennyien olyan vegyes családokból származnak, ahol már kizárólag ukránul beszélnek. Magyarul csak az iskolában tanulnak meg. Első-második osztályban 80%-ban ukránul folyik, és 20%-ban igyekszünk első két éven a gyereknek az alapszókincsét kialakítani, tehát minél több szót tudjanak elsajátítani különböző népi játékok által, mondókák által. A harmadik-negyedik osztályban pedig fokozatosan inkább igyekszünk 80% a magyar, és 20%-ban ukránul beszélni a tanulókhoz. Az adományozók szerint fontos, hogy a Kárpát-medence magyarsága támogassa a legnehezebb helyzetben élő magyar közösségeket. A segítségnek pedig számtalan formája lehet. Akár el lehet jönni ide turistaként, és itt van a Tisza forrásvidék, a fa templomok, Ungvár, Munkács, és hát el lehet menni, meg lehet látogatni magyar falvakat. És azzal, hogyha turistaként ott a magyar faluban igénybe veszi valaki a fizető vendégszolgáltatást, a remek éttermeket, azzal bizony szintén segíthet az itt élő magyaroknak. Az MTV a rádiós hírszerkesztőségének tagjai azt tervezik, hogy a jövőben is támogatják a kárpátaljai magyar iskolákat.